hogy azért, mert megijedtem a bezárt benzinkutaktól. Vagy a közelmúltban felépő, hát nem ellátási problémák, csak pánik miatt felvetődött olyan gondolat, hogy mi lesz, hogyha nem tudok járni kittel. Ezek miatt meg az egészség, persze, nagyon fontos az egészség is. Szóval ezek miatt így kicsit elcsábultam az elektromos járművek irányába. Ne tessék megijedni, nem ez! Hogy se találjátok ki! És imádhatjuk, sőt, imádjuk is a V8-at, meg a benzinszagot. És reméljük, hogy még sokáig velünk is lesznek. De a fejlődés, a jövő, és ezáltal az elektromos dolgok elkerülhetetlenek. Egy szóval, ha akarjuk, ha nem, nem igazán tudunk ellene mit tenni, az elektromos járművek bizony terjednek. És azért valljuk be, 6-800 forintos benzinárnál mindannyian gondolkodóba fogunk esni, hogy kevesebbet járjunk az autóval. Vagy vegyünk egy Teslát? A magam részéről azon egyszerű okból nem fogok Teslát venni, mint szerintem még vannak így páran, nincs rá pénzem. Mondjuk az egy megfontolandó megoldás lehet, hogy kit kapjon egy elektromos hajtásláncot. Most két villanymotort megvenni, meg beszerelni, csak nem akkor összeg, mint venni egy teljesen másik autót. Hát azért ezt ne harapjunk rögtön ekkorát, kis lépésekkel haladjunk előre. De a kíváncsiság akkor is ott motoszkál bennem. Egyrészt, én mindig keresem az újabb kihívásokat. Kettő, nagyon érdekel, hogy milyen lehet az, amikor a teljes motor teljesítmény már a legelejétől a rendelkezésedre. Három, milyen lehet benzinfogyasztás, kipufogógáz és motorhang nélkül suhanni A pontból B pontba. E három lépést kombinálandó, következik most az első jármű. Van nekem egy 1000 éves barátom, aki gyárilag horvát származású, de Svájcban él születése óta, a neve pedig Elvis. Nem ő. És nem is tud énekelni. Nagyon régóta ismerjük egymást, az egész családjával jóba vagyunk, többször jártunk náluk Svájcban, amiben tudtam, segítettem neki. Ingatlan forgalmazással, ingatlan fejlesztéssel foglalkozik, és a svájci cégének például én csináltattam a weboldalát. Aztán csináltunk már neki feliratos pólókat, meg egy csomó mindent, de ezért én sosem engedtem, hogy fizesse. Erre mit talál ki a gógyi svájci csávó? Azt mondja, engedd meg, hogy a barátságunk 15. évfordulójára meglepjelek egy biciklivel. És nem elég, hogy bicikli, hanem elektromos. Itthon nem is lehet ilyet kapni. Mivel ismeri az Amerika iránti rajongásomat, ezért egy olyan típust választott, amit Kaliforniában gyártanak, egy ilyen nem is olyan régen létrehozott startup cég, és Will Smithnek, meg Britney Spearsnek van ilyen. Hát gondolta, ha nekik jó. Csak ilyen gagyi katalógusszerűen elsorolom, hogy miket tud. 4 dugattyús, hidraulikus tárcsafék. Állítható felfüggesztés elől-hátul, elől légrugó, csavarrugóval kombinálva. Beállítástól függően 750 és 2000 watt közötti elektromotor teljesítmény. A villanymotor a beállított módtól függően 4 erősséggel tud besegíteni a pedálnak. LED lámpa és duda. És van sok CO-ja. Applikáció, meg beépített navigáció. És ami sokat szoktam röhögni, mert mindenkit megtéveszt, ez nem tank, ez egy akkumulátor. Ja meg, 20-as felnék. És ami a leírásból kimaradt, az élmény, amit ad! Én nem tekertem vagy 15 éve, de hát ez akkora! Úgy tekerek fel a hegy tetejére. Innentől hívjatok nyugodtan Mózesnek. És akkor most jön az, hogy új dolgok, meg komfortzónából kilépés, ilyen járművet én még életemben nem használtam. Egy ideje nagyon bejön az elektromos gördeszka. Van nekem egy fényképész barátom George, aki New Yorkban él. Full úgy néz ki, mintha arab lenne a csávó, de törzsgyökeres amerikai. És amikor beszélgettünk arról, hogy nem tudom az okát, de nekem valamiért bejönnek ezek az elektromos deszkák, felajánlotta, hogy nekem adja az övét, ami ugyan működni nem működik. Valami ugyan nem működik. Le van kopva a felülete, meg el van szakadva az égszíj, ami hajtja. De mivel George tudja rólam, hogy én lelkes amatőr, tudja rólam, hogy én lelkes amatőr csavarozó vagyok, meg mindig úgy is keresem a kihívásokat, rám bízta, hogy javíts meg, ha meg tudod csinálni, lesz egy tök jó cuccod. És ekkor új fejezet kezdődött.
Teljesen a nulláról kezdtem, és igen, már estem. Kétszer is. Nagyot! Hát ez még nagyobb buli, mint a vicaj! Nagyon tetszik! Elhatároztam, hogy meg fogom tanulni! Tudok elindulni, megállni, és egy picit kanyarodni is. Ha már az elején felhoztuk a Teslát, ez elég sok mindenben hasonlít a Teslára. Például dual motoros. Az autóban első meg hátsó tengelyen van a motor, itt meg a bal és a jobb kereket hajtja külön egy motor. Aztán távirányítós, és végül... Nagyon megy, és ez is full elektromos! Köszönöm szépen! Mivel roppant kényes elektronikai alkatrészek vannak a dobozban, ezért a szokásosnál is sokkal érzékenyebben kell vele bánni. Ez a csomag, és a másik a megoldás arra, amire Kit a legtöbb kritikát kapta mostanában. Az évelei média megjelenések után voltak jóindulatú szemfülesek, akik bizony megállapították, hogy nem is hasonlít az autója. Az eredetinek volt a tetőn konzol gombokkal. Igen, a tetőn egy ideje tényleg nincsen konzol, meg gombok, de csak azért... Mert a régit eladtam. Azon prózai jogból, hogy a mérete miatt nem láttam ki tőle a szélvédőt. És most végre, több hét várakozás után megérkezett a Norbi update, soványabb verzió. Ebben a konzol, ebben a gombok. Azt írja anglius nyelven, very careful, ami annyit tesz magyarul, nagyon óvatosan. Lehet megint dolgozni.